Az óvodások biztonságos közlekedését segítik azok a futókerékpárok, sisakok és könyökvédők, amelyeket pénteken kaptak a felsőzsolcai óvodások. Az új eszközök vásárlása a területi operatív program keretében valósult meg, és része a település kerékpárút fejlesztésének. Az átadón elhangzott, hogy hamarosan elkészül a Felsőzsolcát Miskolccal, Alsózsolcával és Ongával összekötő kerékpárút hálózat. 40 darab futókerékpárt, könyök és térdvédőt kaptak pénteken a felsőzsolcai óvodások. Szeretsz biciklizni? Szeretek. Otthon van ilyen pedálos bicikli. Nekem is olyan van. Az intézményben több mint 100 gyerek jár, így a kétkerekű járművek biztosan sűrűn lesznek használatban. Az eszközök beszerzése a területi operatív programban valósult meg. Ezzel a cél természetesen az, hogy a gyerekeket a kerékpározásra egy kicsit felkészítsük, illetve népszerűsítsük a kerékpározást. A biztonsági felszerelések természetesen az ő érdekeiket képviseli. A polgármester hozzátette, szándékosan esett a választás a kerékpárokra és a biztonsági felszerelésekre, hiszen Felsőzsolcán egy rég várt projekt valósul meg hamarosan. Októberre elkészül az a részben felújított, részben új, biztonságos, aszfaltburkolatú kerékpárút, amely a települést Miskolccal, Alsózsolcával és Ongával fogja összekötni. Természetesen továbbiakban is dolgozunk azon, hogy a települések között is működjenek a kerékpárutak, és ez a jövő generáció mindennapi életét könnyíti majd meg, ugyanúgy, mint a Miskolckassa autópálya, nem sokára átadjuk az Y-híd Miskolcon, a közlekedésben nagy segítség lesz. A felsőzsolcai beruházással kapcsolatban a képviselő hozzátette, várhatóan többen fogják majd a környezetbarát közlekedést választani a településen.